Akkor üdvözlöm a jelenlévőket, megkezdjük a Digitális Munkások Internetes Proletariátus című kerekasztal beszélgetésünk a Munkásutak, Munkáskutatások című online konferencián 2020. december 4-én. For the record. Üdvözlöm a szinkron és aszinkron követőket is, az utóbbi alatt azt értve, hogy mint ahogy erre már többször tettünk célzást, fölvesszük, jelen pillanatban is veszünk föl ezt a beszélgetést, és azt majd később elérhetővé tesszük. Aki szeretné még egyszer meghallgatni, mert olyan jó volt, vagy netán lekésett róla, az természetesen megteheti aszinkronban. Én Székely Iván vagyok, ennek a beszélgetésnek a moderátora. Bemutatom a beszélgetés résztvevőit. Bognár Éva, szociológus, a Közép-Európai Egyetem Demokrácia Intézetének Center for Media Data and Society, vagyis Média Adat és Társadalom Kutatási Központjának munkatársa, ha jól fordítom. Rab Árpád, kérek egy életjelt, hogy te vagy az Árpád, információs társadalomkutató, a Budapesti Corvinus Egyetem docense, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Információs Társadalom Kutató Intézetének tudományos főmunkatársa. És Z. Karvalics László történész, információs társadalomkutató, a Szegedi Tudomány Egyetem Kulturális Örökség és Humán Információ Tudományi Tanszék habilitált egyetemi docense. Végül a rendkedvéért én társadalmi informatikus vagyok, a CEU kutatóprofesszora, a BME docense és a Blinken OSA archívum munkatársa. Beszélgetésünk témája kitekintő jellegű ebben a közegben, kitágítja a konferencia intellektuális kereteit térben és időben. Térben azért, mert nem elsősorban Magyarországra koncentrálunk, időben pedig azért, mert ezúttal a múlt kevésbé fontos számunkra, fontosabb a jelen és a jövő. És talán megközelítésben is valamit tágítunk a kereteken. Egyes vélemények szerint a digitális korban már nincsenek munkások. Nincs munkásosztály, mindenki egyéni vállalkozó vagy fehér galléros dolgozó. Egyébként is a munkáskutatás az valami elavult, szocialista, kommunista, tudományos terület, de maga a szociológia is megszűnt, úgy, ahogy mi arra emlékszünk, amit persze tévesen azonosítanak a hagyományos társadalmi osztályok survey típusú vizsgálatával. Mindezt leegyszerűsítve, szándékosan túlegyszerűsítve mondom, részben időhiány miatt, részben azért, hogy kellőképpen provokatív állításokat fogalmazzak meg a beszélgetés ösztönzése céljából. Más vélemények szerint viszont a kritikai társadalomtudományok, az új baloldali mozgalmak, a neomarxista ideológiák követői szerint viszont a mai úgynevezett platform kapitalizmus korában a tőkés munkás ellentét ugyanúgy fönnáll, a kizsákmányolás is fönnáll, és a társadalmi egyenlőségek még tovább nőnek. Ennek a vonulatnak talán a legismertebb képviselője Christian Fuchs, és munkatársai, Fuchs számos tudományos könyv és folyóirat szerzője, szerkesztője, diskurzusok alakítója, csak néhány cím talózásképpen: Marx in the Age of Digital Capitalism, Digital Labor and Karl Marx, Marx and the Political Economy of the Media, és még folytathatnánk például a Web 2.0 politikai gazdaságtan, ami szintén ehhez a csoporthoz fűződik, amelynek a szerzői azt állítják többek között, hogy a közösségi hálózatokon végzett tevékenység az hasonlít ahhoz, mint amikor egy kisvállalkozó a saját munkáját nem számítja a költségek közé. De még a liberális szemléletű fórumok is használják a munkásosztály fogalmat, elég, hogyha felütjük a Guardian vagy a New York Times virtuális kolumnáit, ott is találkozunk ilyennel. Persze ők általában nem a digitális munkásokra gondolnak. Az viszont biztos, hogy a digitális munkások, az úgynevezett internetes proletariátus kérdéseit nem vizsgálhatjuk a hagyományos osztálytagozódás, értékteremtés fogalmi keretei között. Hiszen ma már nehezen találunk fizikailag, tömegesen egy helyen dolgozó, közös kultúrájú, közös osztálytudatú munkásokat, olyanokat, mint akik kiözönlöttek a gyárkapun a Lumière testvérek híres némafilmjében, de azért az autóinkat, számítógépeinket továbbra is betanított munkások rakják össze, és szedik szét ráadásul, és bérből és fizetésből élő raktárosok mozgatják, még a digitális és gépi segítségre is. És főleg látunk olyan jelenségeket,
hogy tisztán számítógépes internetes tevékenységet alacsony társadalmi presztízsű, alacsony hozzáadott értéket termelő, alacsony életszínvonalú rétegek végzik, akárhogy is nevezzük őket. Na most az világos előttünk, hogy ennek a témakörnek a definíciós, társadalomfilozófiai és szociológiai aspektusait nemhogy megvitatni nem tudjuk egy kerekasztal beszélgetés keretében, de még felsorolni sem teljes körülön. Ezért Z. Karvalics László metaforáját kölcsönözve, már csak szezonális aktualitása okán is, egyfajta intellektuális komatálat kínálunk a beszélgetés résztvevőinek és követőinek is, amiből aztán kiválasztunk néhány releváns kérdést, és részletesebben megvizsgáljuk. Úgyhogy először ezt kérdezem a kerekasztal résztvevőktől, hogy ők mit tennének ebbe a virtuális komatálba, esetleg hozzátéve azt, hogy mi az, amit majd később ebből megvitatni javasolnak, vagy mi az, amit mindenféleképpen tegyünk félre, mert nem fér ide, vagy irreleváns a megvitatásuk. Lászlóhoz fordulok elsőként. Hát akkor, mint a komatál metafora megalkotója, én több mindenre reagálnék abból, amit a professzionális felvezetőben megpendítettél. Ugye elsőként is azt gondolom, hogy ha úgy tesszük fel a kérdést, hogy kiknek fontos, értsd, mely disziplína vagy tudományos probléma búvárainak fontos az, hogy a munkásosztály problémájára, vagy a 19. században kialakult munka, tőke, bérmunka, stb. Fogalomrendszer mai érvényességével kapcsolatban állításokat tegyen, akkor azt gondolom, hogy a diskurzuskutatóknak ez nagyon fontos lehet, vagy a marxizmus érvényességének 21. századi a problémáival foglalkozók számára egy nagyon érdekes kérdés. Ha újra kéne fogalmazni egy indító problémát ezzel kapcsolatban, akkor az lenne talán, hogy milyen aktuálisan adott megoldásra érdemes kérdés a tárgyalásához nélkülözhetetlen ez a fajta a fogalmi hátország. Minek a megértéséhez kell igénybe vennünk ezeket a fogalmakat. Amikor egy szalagmunkásnak a munkáját mondjuk játékosítással oldják, és akkor a monotónia tűrését ezzel segítik vagy fokozzák, és mondjuk valaki arra vesz irányt, hogy még élvezetesebbé tegye a monoton munkát, kell-e ehhez mondjuk egy 19. századi kategória rendszerhez visszanyúlni, vagy elég a maga szűk problémavilágában és fogalomvilágában kezelni ezt a dolgot. Mit kezdünk azzal, ugye, hogy amikor munkás szót mondjuk ki, ugye akkor valamikor ugye az ősidőkben az agrár termelő, meg az agrár munkás volt benne, ugye aztán az ipari munkás és ipari munka, amiről beszéltünk, de aztán az agrár munka iparosodott, aztán az iparosodott agrármunka informatizálódott. Ugye ma, amikor egy precíziós gazdaságot művelő agrártermelő digitális kombányával és szenzor hadseregével műveli a földjét, akkor mi különbözteti meg őt egy információ és tudás üzem valamilyen némi fizikai munkát is igénylő tevékenységre szakosodott beosztottjától, és így tovább, és így tovább. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy kiinduló pontnak, vagy arról van szó, hogy nagyon nagy mennyiségű speciális munka és munkavégzés környezetet teszünk nagyító alá, nagyon nehezen találunk olyanokat, amelyek valamilyen módon nem érintettek a digitális ökoszisztémában, nem gyakorolt rájuk hatást az elmúlt időszakban a digitális ökoszisztéma, és ezt azért mondom, mert valószínűleg a hagyományos munkáskutatásoknak a legtisztább és legegyértelműbb folytatásait ezekben a speciális munkakörnyezetekben találjuk meg. A baj az, hogy alig lesz két egymáshoz hasonló. Tehát, hogy iszonyú sok elemből, variációból, hibridekből állnak össze ezek a környezetek,
és ezért nagyon nehéz magas absztrakciós szintű állításokat megfogalmazni rájuk, mert mindegyik környezetre más lesz igaz. Úgyhogy én azt gondolom, hogy első körben ehhez a komatához csak ezekkel a megfontolásokkal tudok majd hozzájárulni, mert innentől kezdve ugyan magam is megneveztem egy-két speciális környezetet, de még számtalan ilyet lehetne megnevezni, úgyhogy én átadom a szót a többieknek. Iván, igen, Iván? Nem hallunk. Lehalkítottad magad, Iván? Igen, nem sikerült visszakapcsolnom, pedig tettem rá kísérletet. Tehát Évához fordulok, és azt kérdezem, hogy ő mit tenne be a komatárba, illetve hogy viszonyul az egész kérdéskörhöz. Köszönöm szépen, nagyon örülök, hogy itt lehetek, bár ugyan szociológus vagyok, de azért most már elég régóta média és kommunikáció kutatási kérdésekkel foglalkozom, úgyhogy erre a területre egy kicsit így kívülről tekintek, de azért elég erős a szociológus identitásom ahhoz, hogy azt mondjam, hogy én igenis látom nagyon is a létjogosultságát mind a munkáskutatásoknak, mind ennek az egész fogalomrendszernek a mozgósításának. Mégpedig én azt gondolom, hogy itt olyan erős logikák működnek, a kapitalizmus, a piaci logika, amit nem ír fölül semmiképpen a digitális világnak a logikája. Sőt, azt mondanám, én azt találom pont érdekesnek, hogy hát persze, hogy ebből a kölcsönhatásból mi jön ki, de hogy alapvetően az lenne a hipotézisem, hogy itt bizonyos folyamatokat felgyorsít, megerősít a digitalizáció, és erről majd beszélgethetünk, hogy miket. Bizonyos dolgok egy kicsit elhalványulnak, és persze egy csomó ellentmondás keletkezik itt a találkozásból. Úgyhogy én azt mondanám, hogy én mindenképp szeretném az elidegenedést, a kontroll témáját behozni, mint ami itt feltétlenül releváns, és ezekkel kapcsolatosan a komodifikáció, tehát a munkának a jószágosodása, mint téma, az szerintem segíthet megérteni, hogy mi történik. Egyébként meg persze iszonyatosan tág dologról beszélünk, amikor azt kérdezzük, hogy mi történik a munkával a digitális korban, mert ahogy Székely László mondta, itt beszélhetünk arról, hogy mi történik a fizikai munkával, azzal, hogy bevezetünk bizonyos digitális elemeket, beszélhetünk arról, hogy milyen új munkák alakulnak ki a digitális közeg miatt, hogy mi történik a láthatóságával a digitális, vagy a munkakörülményeknek, amiatt, hogy egy digitális környezetben zajlanak bizonyos folyamatok, és ezt még folytathatnám. Na tehát én azt mondom, hogy a komodifikáció, a jószágosodás, az elidegenedés és a kontroll kérdései, és akkor erre még rátenném a tudat, a szolidaritás kérdését, mint ami így az egész fölött még ott lebeg, és ez talán egy kicsit visszacsatol arra is, hogy beszélhetünk-e, vagy milyen értelemben beszélhetünk még munkásosztályról. Én szeretném hangsúlyozni ennek a politikai töltetét ennek a kérdésnek, nem természetesen nem pártpolitikai, hanem hatalom politikai töltetét, és itt jön be a szolidaritás kérdése, hogy beszélhetünk-e egy olyan osztályról, ahol még van közös tudat, ahol van valami fajta szolidaritás, és ennek megfelelően remélhetünk-e valami szerveződés, szervezettséget. Nekem ez lenne a felvetésem. Köszönöm, sok mindent soroltál föl, mindegyik nagyon jó, és nem biztos, hogy mindegyiket meg tudjuk kóstolni majd ebből a komatából, de diszkuszióra abszolút érdemesek. Aztán meglátjuk, hogy a mozaikokat hogy tudjuk majd valami koherens beszélgetési rendszerbe csatornázni, viszont most Árpádot kérdezem, hogy neki mi az első menetben mi a fölhozatala ebbe a tálba. Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit. Úgy látom, hogy ez a komatál egyre bővül, megpróbálok elvenni belőle, és röviden. Én azt gondolom, most megtehetem azt, hogy ugye már csak reagálok, tehát nem hosszan fejtem ki. Szerintem van munkásosztály. Szerintem nagyon sok olyan folyamat, ami már egyszer lezajlott, most itt zajlik, tehát érdemes megnéznünk a régi keretrendszereket, tanulságokat és hasonló dolgokat. Az, hogy
hogy az automatizáció mélyebben hozza el azt a válságot, hogy alulról erodálja a munkásosztályt, az régebb akár a luditáknál láthattuk azt, hogy most felülről is erodáljuk, mert azt várjuk, hogy egyre magasabb szintű, egyre kreatívabb, vagy egyre összetettebb munkákat végezzen mindenki, ugyanezért. Ez két nagyon nagy hatás, amit most a munkásságkutatásban nekem a legfontosabb és legérdekesebb. Az, hogy a munkás szónak van ez a nehéz ügye olyan értelemben, hogy általában a fizikai munkához kapcsoljuk. Most már azért jó ideje tudjuk, hogy a szellemi munka ugyanúgy kizsigerel, vagy ugyanúgy fegyverként kell használnom a fejemet, csak kicsit másképp, tehát pihentetnem, beosztanom az időmet. Az például nekem egyik kedves kutatási témám, hogy a ma embere hogyan próbál lavírozni a különféle identitásai és feladatai között a to-do szoftverek és a különféle alkalmazások és a vállalások és a különféle munkajogi kategóriák között hogyan lavíroz. Ez egy például egy új munkás képesség, ami régebb nem volt, most van, viszont mégis megpróbáljuk a régi keretek között használni. Ami számomra érdekes az, hogy biztos, hogy jó, hát olyan, és azt te is említetted a bevezetőben, egyébként külön köszönöm, hogy az asztalodon végtelen mennyiségű dologban mindig elő tudsz varázsolni onnan dolgokat. Szóval, hogy már biztos, hogy olyan egységes osztály nincs, de én nem gondolom azt, hogy ez annyira sokszínű és annyira változatos, hogy ne tudnánk beszélni róla. Tehát annak tűnik, igen, mert ilyen szféra, olyan szféra ezt csinálja, de ajánlok egy egyszerű megközelítést. Milyen javak jönnek ki az értéklánc végén? Fizikai javak jönnek ki, vagy digitális javak jönnek ki? Én ezt a két nagy osztályt látom most a digitális proletáriátuson belül, mert lehet az, hogy ott ülök egy Industry 4 gyárban, és már egy robotot programozok, de ugyanúgy egy autó gördül le, vagy én csavarozom kézzel, és drága vagyok. Meg van a másik, hogy varázskardokat rajzolok, és azt egy prémium modellel árusítjuk. Mind a kettő ugyanúgy munkásosztály szerintem, viszont itt nagyon nagy választóvonal van az elvárások, a fizikai jelenlét, a szolidaritás, a közösség és a többi terén. Most csak ennyit, hogy nyerjek időt. Köszönöm. Én visszakérdeznék Évánál, de a többiek is természetesen várom, hogy reagáljanak, esetleg egymásra is reagálhatnak, hogy amennyiben a digitális munkát végzők nem atomizáltan helyezkednek el a társadalom szövetében, és úgy tűnik legalábbis Éva és Árpád meglátásaiból, hogy ez nem így van, akkor hogy tudjuk őket azonosítani, vagy hogy tudjuk azokat a közös jellemzőiket megfogni, amik megkülönböztetik őket a hagyományos vagy a nem digitális munkásoktól. Bár László azt mondta, itt közben jegyzetelek, hogy rengeteg speciális terület van, és nem találunk két hasonlót köztük, de én most pont a hasonlóságra próbálok rákérdezni, hogy mégis mi az, ami őket sajátossá teszi. És rögtön, hogy tovább gördüljön a beszélgetés, még azt is hozzáteszem, ha netán tudunk ilyen csoportokat, rétegeket valahogy meghatározni, és megfogni, akkor hogyan tudunk eljutni hozzájuk, és hogyan tudjuk vizsgálni őket, hogy ők milyenek, mit gondolnak, milyen kultúrájuk van. Nagyon nehéz, ugye a digitális világban nincs az a fajta lokalitás, közösség is, van bizonyos helyeken. Szóval, tehát hogy tudjuk őket azonosítani, milyenek, és hogy tudnánk vizsgálni őket? És akkor először Évának adnám. Igen, köszönöm. Én meg visszapasszolnám Árpádnak, mert ő már elkezdett egy ilyen számomra nagyon érdekes, hogy kíváncsi vagyok, hogyha kibontja, akkor milyen ki belőle. Úgyhogy ha lehet, akkor én átpasszolnám neki ezt a kérdést ezen a ponton, mert erről kezdett el beszélni. Hát ugye a kérdés az volt, hogy mi bennük a közös, hogy lehet megfogni és vizsgálni, hogy lehetne. A vizsgálat, igen, tehát szívesen visszatérek erre, csak először vizsgálat az egy külön dolog, most csak egybe kérdeztem. Köszönöm szépen a gólpaszt, akkor belövöm, vagy legalábbis lecsapok rá, és itt visszautalnék az elejére, ugye, hogy most a szociológia, vagy általában a társadalomtudomány most már meghalt, hogy van-e értelme. Én azt gondolom, hogy hát nem új forradalom, mert ez mindig, de most rengeteg adatunk van, sokkal jobban tudunk kutatni. Más kérdés, hogy én azt látom, hogy a legkevesebb információval az iskolák meg a kutatók rendelkeznek a célcsoportjaikról, mindenki más, főleg az üzlet nagyon sokkal.
Én azt gondolom, hogy nagyon sok adatot lehet gyűjteni, és mivel itt digitális proletariátusról beszélünk, pont ezért a digitális térből nagyon sok automatizált adatot tudjuk gyűjteni. A másik az, hogy a szerveződéseken keresztül ugyanúgy lehet kutatni, csak jóval strapásabb. Most nem az van, hogy besétálok egy gyárba, és a szakszervezettel beszélek. De millió Facebook csoport, fórum, chat csoport, beszélgetés létrejön, ahol egymással a tapasztalataikat, tudásukat létrehozzák. Ezek jóval rövidebb idejűek, és számunkra láthatatlanabbak, mert private csoportok, de viszont azonnal aktiválódnak. Sokkal érdekesebbek, nincs passzív időtartamuk, hogy van, és amikor van egy baj, akkor hirtelen kitódulunk lángoló fáklyákkal az utcára, hanem ezt mondta a főnök, vagy ezt hogy oldjam meg, és azonnali munkasegítséget nyújtanak egymásnak. Ezeknek van magasabb szintje is, nézzük csak meg, tudom, hogy ez most nem ilyen munkásosztály kutatási, de amikor a digitális pedagógia hajnala beköszöntött Magyarországon péntekről hétfőre, az ugye rengeteg szakmai csoport fellendülését vagy újraéledését okozta, meg tudták osztani a tapasztalatokat, ugyanez máshol is megfigyeltő. Tehát adhok, rövidebb időtartamú, nehezebben azonosítható, de digitális csoportokon belül ugyanúgy zajlik az érdekérvényesítés, megbeszélés, tapasztalat megosztás. Azt, hogy ezt hogyan tudunk eljutni, ennek is megvannak a gyűjtő platformjai, akár úgy, hogy kicsit proaktívan, de mondjuk azt mondom, hogy például egy tudásmegosztó portált létrehozok egy bizonyos iparág munkásai számára, például mennyit keres egy informatikus weblapok, mindig nagyon népszerűek, mert ugye egy klasszikus taktika, hogy nem mondjuk el, hogy ki mennyit keres a cégen belül, ennek ez az ellentételezése, hogy itt meg lehet beszélni. És eljutunk az online bizalom kérdésköréhez. Én azt gondolom, hogy ugyanazok a játékok vannak, így nehezebb azonosítani azért, mert privátibb, viszont millió adatunk van. És például, amit eddig nem tudtunk megtenni, de én nagyon szívesen használnám a jövőben egyre gyakoribban a személyes munkavégzés során gyűjtött adatoknak a begyűjtését. Például mi azt sose tudtuk eddig, hogy egy munkás mikor, milyen intenzíven dolgozik. Most mindenki magáról vedett logokat, hogy én most ezt a taskot csináltam, ennyi ideig csináltam. Ebből nagyon sok mindent láthatnánk például arra, hogy az emberek mikor aktívak, hogy tudják beosztani idejüket, mennyire kommunikálnak, mennyire kiszolgáltatottak másoktól a cégben, ez mennyire okoz függőségek, jó értelemben függőségek kialakulását. Ezek szerintem rendkívül jó kutatók, és ezért mondtam azt, hogy nagyon-nagyon nem, én jóval egyszerűbben látom, de én ilyen leegyszerűsítő ember vagyok, tehát hogyha digitális javak termelése ennek az osztálynak a célja, vagy csoportnak, nagyon hasonlóan működnek. Bizonyos szempontból mindegy, hogy ő most egy java forráskódot ír, vagy nem tudom, online webshopot működtet. Az alapjátszmák ugyanazok. Ha egy gyárban digitális eszközökkel, de fizikai kimenetet okoz, ott meg a régi szabályok működnek hasonlóan szerintem. De én most visszapasszolom. Mielőtt Lászlónak átadom a szót, mert úgy érzem, hogy ő nem mindennel értett egyet, vagy érthet egyet a korábbi megszólalás alapján, amit Éva, illetőleg Árpád mondott, ennek a rétegnek, csoportnak, osztálynak a meghatározásában, de még egy rövid kört a vizsgálhatóság terén tennék. Igen. Egyrészt, hogy a skála két végét szeretném fölvillantani, az egyik az, hogy teljesen hagyományos vizsgálati módszerek, oral history interjúk, és bármi ilyesmi, van-e még ennek értelme egy ilyen közegben? Kettő, ami tudom, hogy az én számból nagyon rosszul hangzik, de azért mégis felvetem, hogy a valós idejű megfigyelés természetesen nem politikai, nem üzleti célra, hanem kutatás etikailag korrekt módon csinálva, az vajon alkalmazható lenne, vagy mit gondoltok róla? Tehát a hagyományos, meg ez a valós idejű. Abszolút, tehát igen, tehát készülnek ilyen kutatások, és nagyon is termékenyek. Tehát a teljesen hagyományos interjúzástól kedve az etnográfiai módszereken, amikor beáll Uber sofőrnek a kutató, és úgy figyeli meg, hogy mi történik akár vele, akár a környezetével, és amiket az Erpen az is abszolút Facebook csoportok és egyéb ilyen közösségeknek a vizsgálat, az abszolút virágzik, el is nevezték például ilyen coping közösségeknek, ezeknek egy részét, ami pont a szolidaritás elemét erősíti a digitális világnak, ami egyébként viszont egy csomószor az elidegenedés irányába visz. Szóval abszolút szerintem egy teljesen releváns és nagyon érdekes eredményeket hoznak a hagyományos módszerek, a kérdőíves kutatások,
és viszont kiegészülnek az adatvizsgálatokkal, a nagy adatvizsgálatokkal, amik meg a tartalom elemzésével olyan felületeknek, ahol vagy digitális munkások beszélgetnek, vagy digitális munkáról beszélgetnek. És szóval igen, azt gondolom. Még arra is gondoltam, amikor nem a beszélgetést vizsgáljuk, hanem az, hogy mit üt le a számítógép, igen. Be, azért az egy... Ahogy persze, ahogy mondtad, ezeknél az etikai kérdések, azok nagyon húsba vágóak, de abszolút új területek nyitnak, igen. Akkor most Lászlóhoz fordulok, hogy az eddig elhangzott körben biztos van egy pár dolog, amire szeretne reflektálni, úgyhogy parancsoljon. Igen, tehát hogyha nem bírtam nem metakommunikálni a közben, amikor beszéltetek, akkor az részben azért volt, mert már módszertani kérdésekről, meg kutatásmódszertani kérdésekről beszélünk, amiről lehet természetesen, csak az nem egy olyan szoba, amiben én szívesen vagyok. Mert ugye a kutatásmódszertani kérdések azok a következményei a kutatási kérdéseknek, vagy a kutatási problémák megfogalmazásának. És mi más lenne a kutatási probléma, mint hogy valamilyen tudáshiányt akarunk megszüntetni. És hogy úgy mondjam, egy csomó mindent nem tudunk azzal kapcsolatban, hogy a digitális ökoszisztéma és a munka világának az egybecsúszása kapcsán hogy működnek dolgok. De még ezt kimondani is elég, hogy mi kíváncsiak vagyunk arra, amit nem mondtak el, meg nem írtak le. Mert nem elég azt mondani, hogy itt tudáshiány van, iszonyú sok tudáshiány van, a különböző tudáshiányok közül ki kell választani azt, aminek a megoldása égető, sürgető, fontos valamilyen szempontból. Ugye, hogyha nem válogatnánk a kutatási kérdések között, akkor ezer szám születnének a teljesen semmit mondó, de módszertanilag tökéletes kutatások. A tunéziai szövőnők internet használati szokásairól például. Alakult a 90-es évek végén egy internetkutatók egyesülete, Association of Internet Researchers. Az első néhány évben én eljártam ennek a világkonferenciáira, és föladtam, mert a tunéziai szövőnő típusú klasszikus, tökéletes munkás kutatásoknak a remek módszerekkel elvégzett világába gyakorlatilag csak a heurika hiányzott, semmi olyasmit nem lehetett megtanulni ebből, ami egyébként a kortárs alapkérdések szempontjából fontos lenne. Tehát, hogy milyen kérdést teszünk föl, ez szerintem alapvető vagy sarkalatos fontosságú, és például az, hogy na most értsük meg akkor egy meghatározott munkakörnyezet sajátosságát, hogy lehet kutatni valakit ebben a környezetben, lehet, hogy kevesebb fontos választ kapunk arra, mintha egyszerűen csak azt akarnánk megérteni, hogy hogyan értsük azt, hogy nem lehet már találni ribizli szedésre, meg málna szedésre még vendégmunkást se máshonnan, egy szokásos kelet-nyugati munkaerőimport logikáján belül, és egyszerűen ki kell fejleszteni a málna szedő, meg a ribizli szedő gépeket, automatákat, nagyon felokosított masinákat azért, mert egyszerűen ezt a munkát már senki nincs, aki be akarná tölteni, de a munkára egyébként meg szükség van, értjük meg ezt a jelenséget. Ha nem értjük a jelenséget, vagy nem tudjuk jól kontextualizálni, vagy megmagyarázni, akkor én ott látok például egy izgalmasabb kérdést, nem akarom túl cizellálni, ami a tunéziai szövőnők internet használati szokásánál azért valamivel érdekesebb. A másik meg egy metamódszertani probléma, ami előkerült. Ugye te magad is, meg a megszólalók is, ugye az érvényesség kérdését az azonosság, vagy a folyamatosság kategóriáin belül képezték le. De hát nem lehet úgy egy tudományos tárgyat vizsgálni, ugye, hogy ne egyszerre vizsgáljuk az azonosságoknak, meg a különbözőségeknek a kérdését, és ugye magát az azonosságot és a különbözőséget se vizsgálhatjuk önmagában. Csak egy gyors példát hadd mondjak. Hát ugye, amikor arról van szó, hogy a munkavégzés, vagy a munkavégzés eredménye a létrejött jószágok kibocsátása szempontjából, megtaláljuk az azonosságokat, ugye, ezt nem tudjuk önmagában ezekkel a kategóriákkal vagy fogalmakkal leírni, ha nincs mögötte a fogyasztás is. Tehát, hogy a kibocsátás vagy a termelés a fogyasztás kategóriái nélkül értelmezhetetlen. Tehát nem csak arról van szó, hogy az azonosságokra meg a különbségekre legyünk érzékenyek, hanem azoknak a kontextusoknak a változásaira is, amin belül az azonosságokat meg a különbözőségeket nézzük. Hát csak egyetlen egy példa, természetesen azonosság van abban,
ugye mondjuk, hogy mindenki, akinek a munka, amit végez, a megélhetését biztosítja, ugye, akkor az klasszikus bérmunka marad, de nem mindegy valóban, hogy elidegenedett vagy nem elégenedett munka, de az sem mindegy, hogy a fogyasztásához hogyan viszonyul. Ugye egy 19. századi modellben, ahol a fogyasztás kizárólag a munkaerő újratermelését jelenthette, és nem volt rajta kívül semmi, összehasonlíthatatlan a 21. századdal, ahol a munka melletti fogyasztás világa, vagy rétegzettsége, az egészen más, amelyik a puszta újratermelésen kívül egy csomó más pályát vagy gyakorlatot is nyit meg. És itt is van jelentősége, és ezzel befejezem ezt a kört, itt is van jelentősége annak, hogy hova nézünk. Hát ugye, amikor a harmadik világnak az elektronikus hulladék újrahasznosítására szakosított napi 10-12 órában embertelen munkakörülmények között éhbérért végzett tevékenységét vizsgáljuk, ugye ott is összecsúszik a két ökoszisztéma, mert elektronikus hulladékot dolgoznak föl, elképzelhetetlenül rossz munkakörülmények között egy növekvő egyenlőtlenségi, vagy reménytelen egyenlőtlenség megtörési logikán belül. Ha ez az egyik vége a spektrumnak, akkor a másik vége mondjuk a mémgyártásból meggazdagodó celeb, és ez egy irtózatos méretű spektrum, minél közelebb vagyunk az elektronikus hulladékfeldolgozó harmadik világbeli emberhez, annál inkább az lesz az, amit az Éva mondott a folyamatosságokról. Bár szerencsétleneknek még szakszervezetük sincs, meg talán még osztálytudatuk sincs, meg nem is szolidaritások már, de nem tudjuk, és annál kevésbé lesz igaz, ahogy megyünk a spektrumon a másik irányba. Tehát, hogy értem, és igaz is mindaz, amit elmondtatok, csak egy sokkal círmosabb téren belül lokálisan igazak, és én azt állítom, persze engem minden ambícióm és vágyam az átfogó szint és a magasabb absztrakciós szint felé fúz, de ugyanakkor nagyon érzékeny vagyok a mikrokörnyezetekre is, tehát hogy egyszerre a mikroszint és egyszerre a makroszint csak az az érvényes beszédmód, ami ezt képes kezelni, és akkor a búcsú gondolatom ettől az egésztől az, hogy egyébként viszont azt, hogy miért is csináljuk ezt az egészet? Miért is kutatjuk például ezeket a kérdéseket? Ugye ebben például tökéletesen elfogadom a 19. század programüzenetet, hogy van, aki csak magyarázni akarja a világot, mi meg szeretnénk megváltoztatni. Tehát, hogyha a kérdéseink mögött vannak normatív kiinduló pontok, hogy valamit például itt a munkásügyek kapcsán azért kutatunk, mert valami fajta normatíva mentén meg akarjuk változtatni a világot, tehát az új tudást annak a szolgálatába akarjuk állítani, hogy hogyan is miképp változtassuk vagy alakítsuk a jövőt, lehet ezt nem aktivista módon is csinálni, akkor egészen mások lesznek a kutatási kérdéseink, mint hogyha egyszerűen csak meg akarnánk érteni azt, hogy egyébként most hogy működik valami, mert nem írták még le pontosan, hogy az hogy működik. Én ebben az utolsó gondolatodba kapaszkodnék bele, nevezetesen, hogy meg akarjuk-e változtatni a jövőt. Nekem az a benyomásom, ettől a beszélgetéstől függetlenül általában, hogy a szociológusok inherens érzékenysége a világ jobbítása iránt. Tehát az elnyomott, a rosszabb körülmények között élőknek a vizsgálata, reflektorfénybe helyezése iránt, és ezzel valahogy a helyzetük javítása. Én valahogy úgy érzékelem, hogy ebben az információs társadalom, digitális világ diskurzusban ez egy kicsit háttérbe szorult, és átvette a helyét a technológiába vetett bizalom, és arra gondolunk, hogy a társadalmi problémákat, meg az egyéni problémákat majd a technológia, a robotizáció, stb. Fogja megoldani. Én tudom, hogy László a társadalmi makroevolúciós folyamatok iránt érdeklődik erőteljesen, magasabb absztrakciós szintek felé tör, de most kicsúszott a száján ez a mondat, hogy változtathatjuk meg mondjuk így a világot, és Évának adom a szót, mert jelentkezett. Megint csak azt mondom, hogy Árpád már jelezett előbb, hogy szeretne valamit, de nem tudom, Árpád, akarod mondani? Csak láttam, hogy már így kapálóztál. Elnézést, hogy igen, de mondjad, légy szíves. Jó, én azt szeretném hozzátenni, egy csomó minden eszembe jutott nyilván erről, amit László mondott, de most csak egy dolgot emelnék ki. Természetesen egy sokféle
tömegről beszélünk, és nyilvánvaló, hogy nem lehet minden szempontból egy kalap alá venni, ez nem is kérdés, és borzasztó nagyok az egyenlőtlenségek, ezek növekednek globálisan, tehát a centrum és a periféria között, ugyanúgy, ahogy a társadalmakon belül is, tehát ez nem kérdés. Viszont egy valamit szeretnék kiemelni, és ez pedig a munka kérdése, az, hogy mit nevezünk munkának, hogy tekintünk a munkára. És ez az, azt hiszem, amit felajánlanám, vagy javasolnám, hogy próbáljuk meg, hát ha ez segít összefogni ezt a borzasztó nagy sokféleséget. És itt arra helyezném a hangsúlyt, hogy mindannyian, és más esélyekkel indulva, szeretnénk a munkából nem csak a termelékenység, tehát a termelés szempontjából tekinteni a munkára, hanem mint a saját kiteljesedésünknek a lehetőségére. Most mondom, egész más esélyekkel indulunk, de ha ezt feladjuk, hogy megadjuk az esélyt arra, hogy akár a munka szempontjából a legautomatizáltabb munkákat végzők is tekinthessenek így a saját munkájukra, akkor azt gondolom, hogy az egy nagyon, az politikailag, meg szóval, hogy az egy nagyon, nagyon szomorú következmény lenne. Úgyhogy én ezt javasolnám, hogyha a munkának ezt a két arcát nézzük, és ebben szem előtt tartjuk ezt a humánus oldalát, akkor esetleg könnyebben beszélhetünk olyan folyamatokról, amik mindenkit érintenek, és itt mondom megint csak az elidegenedés meg a kontroll kérdéseiről, ami érdekes módon, és itt ha kell, akkor most szívesen idézek, szerintem nagyon érdekes ellentmondásokat, például a freelancer, a szabadúszóknak a helyzetéről. Csak digitális nomádok és egyebek. Digitális nomádok és a többiek. Árpádnak adom a szót, és közben elszörnyedve nézek az órára, amit valaki nyilván meghekkelt, mert olyan gyorsan pörög, mint hogyha valaki dupla sebességgel forgatná, ami azt jelenti, hogy érdekes a beszélgetésünk, noha nyilván a komatál effektuson nem tudunk túllépni, tehát szemezgetünk bizonyos témakörökbe, de Árpádé most a szó. Távirat és stílusra váltó. Köszönöm. Azért is szeretem az ilyen beszélgetéseket, mert engem számos kritika szokott azért érni, mindig meta. Ez nyilván azért is van, mert az ékorról is László volt az én nagy mentorom és szellemi vezérem, és nagyon hasonlóan gondolkodunk ebben. Most viszont kicsit a beszélgetés szembeállítása miatt is nem értek vele egyet, annyiban, hogy persze, hogy van nagy kérdés, amit viszont nem tudok máshogy megválaszolni, mint hogy ezt nézem. Az én kicsit ideológiai képen most az, hogy van nekünk ez a jó kis emberiség, fejlődik szépen, kb. 100 évvel ezelőtt behozza a fogyasztói társadalmat, behozza a kapitalizmust, azzal elér egy olyan gazdagságot és hosszú élettartamot, amit még soha, felugrik a lélekszáma, megnövekedik az élettartama. Most tartunk itt, bejönnek az intelligens technológiák azért, hogy el tudjuk osztani egy zárt rendszer erőforrásait, ugye ez egy bolygó, azért, hogy megtartsuk ezt az életszínvonalat most nagyon sűrű. Oké, itt tartunk most, szerintem. Itt jön be akkor az, hogy én azért vagyok kíváncsi arra, hogy mit gondol ma egy munkás, és milyen munkásosztály van, mert nagyon sok mesterséges intelligencia fejlesztésbe veszek részt. Most programozzuk le azokat az attitűdöket, hogy oké, majd mondjuk a HR szoftver hogy értékelje az én munkámat. Akkor egyrészt van a fejemben egy e-business üzleti modell, ezért, hogy na mit értékeljen a szoftver, mit termel pénzt másrészt, az adott ember mit tekint munkának, ahhoz éreznem kell. Tehát van egy olyan irány, amiért engem ez érdekel, hogy jön be az automatizáció, ami nyilvánvalóan darálja le, és persze az egy tök jó megoldás, hogyha nincs ribizliszedőnk, akkor legyen ribizliszedő robot. A tunéziai szövőasszonyok egész nap legyenek szépek, mert sző helyettük a gép. De én ezt nem hiszem el. Azért nem hiszem el, mert akkor mifelé haladunk? Jó, haladunk mondjuk egy cselekedet alapú társadalom felé, ahol a totális megfigyeltség, ami jön, mert másképp nem tud együttműködni 8 milliárd ember, a totális megfigyeltségnek hála cselekedet alapúság is elég. Látjuk ezt, hogy ez működik, például azok az üzleti szolgáltatásokat ingyen veszünk igénybe, az okostelefonunk összes applikációt, cselekedeteinkkel fizetünk érte. Jó, de hol van az a határvonal, ahol ez az automatizáció csúszik be, mint egy buborék, hol fogja visszalökni? Mi az a réteg, ahol visszalöki, és azt mondja, nekem kell a munka.
Nekem kell azt, hogy elfáradjon az agyam, kell azt, hogy értékesnek érezzem magam, kell azt, hogy valamit tegyek. Mi lesz ez? Na, ez az egyik meta kérdésem, hogy azért érdekel, hogy mi a munka, csak hogy az előbbire is reagáljak, mert az, hogy újra definiáltuk a munkát, azt értem. De az, hogy a munka egy erőfeszítés valaminek az érdekében, és lehet, hogy ez már nem csak a pénz, mert megcsinál valaki, ezt értem, de én azt gondolom, hogy az az idő, amikor ez már nem így lesz, ez mondjuk 20 év múlva van. És engem nagyon izgat az, hogy ez az átalakulás hogy fog leölni. Kik lesznek a veszteseik, és most rád utalva Iván. Mindig is azt szoktam mondani magamról, nyilván nagyképűanyagom, azt szeretném, hogy az emberek jól érezzék magukat, és az IKT életminőségjavító hatású legyen. Első körben mindig azt látjuk, hogy nem az. Vannak a szép példák, a vakok látni fognak az agyunkbe ütetett csippel, de utána meg azt látjuk, hogy a robotok elveszik a munkánkat, de nekem nincs egy szobafestőm. Itt van egy dilemma, és szerintem ez nem csak piaci folyamatokkal magyarázható, hanem a munkás osztály mostnak a kiállásával is magyarázható. Engem ezért érdekel, hogy ők hogy tudnak együttműködni. Összesen 7 vagy 8 percünk van, és közben én figyelem a Q&A, vagyis hogy a kérdez-felelek boxot, hogy abban megjelennek-e kérdések, egyelőre nem jelentek meg, de ha megjelennek, akkor nyilván szerintem fognak a hostok figyelmeztetést küldeni. Akkor én ebből egy kis szubkomatából szeretnék egy alkérdést kiválasztani a rövid időre tekintettel, és egyébként azért is, hogy ennek a beszélgetésnek a hallgatóit ezeknek a kérdéseknek a kibontására, megvitatására serkentsen, tehát tényleg csak ízelítőt adunk bizonyos problémákból. De itt ugye a életminőség javítása, gamifikáció, hogy Árpádra utaljak, akinek ez sajátos területe. Ugye gyakran elhangzik, hogy a repetitív, unalmas, fárasztó munkákat kiváltja ez a világ, ami felé megyünk, munkaidő csökkenés jöhet létre, viszont pont egy tegnapi előadásban, Lencser Tímmel előadásában egy vizsgálat eredményeiből az derült ki, hogy míg régen ugye a társadalmi presztist az jelentett, hogy vakek, sok a szabad ideje, nem kell étnappal átéve dolgozni, most megfordult a dolog, az a magasabb társadalmi presztis, akinek magas a munkaideje, és akinek nincs munkája, van szabad ideje, az azonnal egy másod-harmadállást bevállal, meg elmegy fusizni, de ez nem okvetlen anyagi kérdés, ez kulturális kérdés szerintem. Úgyhogy, hogy látjátok ezt a könnyítés, felszabadulás, szabadidő, munkaidő rövidítés, csökkentés kérdését? László szerintem most ő írva ehhez hozzászólni. Hát, ugye nem tudok nem visszanyúlni egy korábbi megjegyzéshez, ugye, ahol azt mondtam, hogy nincs munka, vagy nincs termelés fogyasztás nélkül is. Ugye az, hogy a szabadidő, meg a munkaidő, hogy melyik tevékenység hova tartozik, miközben kultúrát fogyasztok mondjuk, vagy a digitális ökoszisztémában valamilyen tartalmat fogyasztok, de eközben egy készségre teszek szert, amit egy munkakörnyezetben is használni tudok, akkor az én fogyasztásom az most munka, vagy hogy van ez? Tehát, hogy a kettő, ugye Éva felvetésére is reagálok ezzel, ugye, hogy magát azt, amit munkának hívok, a tevékenységet, amit az Árpád cselekvésnek, vagy aktivitásnak hívott, ugye ennek a határai, meg ennek a hibridjei, ezek is nagyon furcsán csúsznak össze, és nyilvánvaló, hogyha a termelésnek a nagy szektoraiban van egy eltolódás abba az irányba, ugye, hogy természetet tekintve a szolgáltatások, tartalmát tekintve az információ és tudás jószágok, vagy tudásjavak előállítása, vagy kultúrjószágok előállítása java legyen egyre több, ugye amögött egyre több fogyasztás is van, tehát gyakorlatilag azok a kategóriák, amelyek alapvetően egy és egy korona fizikai munkára, és a tárgy és eszközkörnyezetre, a fogyasztási javakra, és így tovább ezekre súlypontozottak, ezek egyre kevésbé lesznek egy ilyen teljesen megváltozott termelési, fogyasztási és időfelhasználási környezetben érvényesek, úgyhogy most már rajtam ragadt az a szerep, hogy ezt a fajta ördögügyvédjét, vagy relativizálást, vagy óvatosságot megjelenítsem, de ha már itt van újra a szó, akkor annyit Ivánhoz is elmondanék, hogy nagyon ráztam a fejem egy ponton, amikor azt mondtad, hogy létezik egy olyan narratíva, hogy a technológia fog majd megoldást nyújtani
azonosított problémákra. Én azért ráztam a fejem, mert biztos vannak ilyenek, akik ezt mondják, és akkor baromi könnyű ugye belemenni egy ilyen techno-optimista, techno-pesszimista zsákutcába ezzel kapcsolatban. Valamit a technológia helyett meg kell jeleníteni, akkor itt alapvetően a kontroll kategóriát, ismét csak Éva nyomán ezt tágítanám ki, ugye a legátfogóbb kontroll struktúrák irányába, tehát az, ahogyan a mindennapi élet megszerveződik, ahogyan a tevékenységek koordinálódnak, ahogy javak elosztódnak, tehát alapvetően elosztási, hatalmi és kormányzási kérdések azok, amelyek szerintem a kérdés hierarchia csúcsán állnak, és a technológia maga csak egy adott ponton jön be ebbe a képbe, mert amikor már tudjuk, hogy egyébként mit szeretnénk csinálni, akkor ahhoz megkeressük a technológiát, mindenki ezt teszi. Úgyhogy hát az általad fölvetett a kérdésekhez azért nem nagyon tudok hozzászólni, mert iszonyú sok érdekes mikrokörnyezet van, ahol egészen különleges módon vetődnek föl ezek a kérdések, amiket te itt elénk tettél. Úgyhogy inkább átadnám a szót, hogyha marad idő, akkor még majd legfeljebb kiválasztok egyet, hogy ne mondja senki azt, hogy nem tudok konkrét lenni, ha akarok. Akkor most konkrét és nagyon rövid megszólalásokra adom át a mikrofont, illetőleg a képernyőt Évának, utána Árpádnak. Köszönöm. És hogyha van idő, akkor még Lászlónak. Köszönöm. Én most akkor megpróbálok válaszolni legalább részben a kérdésedre, itt a szabadidő és a munkaidő csökkenésnek a témájában, hogy úgy gondolom, hogy egyszerűen nem ezt látjuk. Tehát megint az én mantrám, hogy itt egymásnak ellentmondó hatásai vannak a digitalizációnak. Tehát egyrésztről van ez a lehetőség, amiről te beszélsz, biztos léteznek, akik ezt megtapasztalják. Ugyanakkor viszont vannak ennek ezzel ellentétes folyamatok. Például, hogy a 80-as évektől, ahogy veszítik el a alkalmazottak a jogaikat, a kollektív jogokat, a védettségeket, a szabály, és ez megint, ahogy a László mondta, szabályozási és államhatalmi kérdés is. Szóval ennek az erodálásának vagyunk a tanúi. A digitális korszakban ez csak nő, azzal, hogy egy csomóan saját jogon adják föl ezeket a védettségeiket, és lépnek be olyan munka struktúrákba, ahol ők magukat tudják ki, majd magukat zsákmányolják ki. Természetesen ez nem egy döntés kérdése, hanem bizonyos szektorok kilépnek a hagyományos alkalmazási struktúrákból. Elsősorban ezek a hackni, a freelancerek, de egyre többen alkalmazódnak a fizikai munkások közé is sokkal nagyobb ilyen bizonytalanságokkal. És ezek az emberek azért, mert utána az, hogy kapnak-e majd munkát, az azon múlik, hogy milyen értékeléseket kapnak az online platformokon, illetve hogy mennyire felelnek meg a klienseknek. Ezek a végén sokkal komolyabb kontroll mechanizmusokat húznak magukra, mint a hagyományos rendszerekben az, hogy lenne mondjuk egy főnökük, aki feladják a strukturális védelmet, feladják a jogi védelmet, és magukra húznak egy vélt szabadság miatt egy sokkal nagyobb kontrollt és egy sokkal nagyobb kizsákmányolást. Úgyhogy azt hiszem, hogy egyelőre akkor itt lezárnám, aztán majd meglátjuk, hogy még marad. Iván, a csetben van két kérdés. Van két kérdés, pontosabban eddig csak az egyiket láttam, ami egy megjegyzés volt, és a másik, annak a végén van kérdőjel. Megtennéd, Júci, hogy felolvasod őket? Hogy neked jól hallatszik a hangot, közben tudod olvasni? Jó, hát ugye akkor most a Tiborét ne olvassam föl? De, gyorsan olvast föl, ez egy megjegyzés. Akkor felolvasom. Engelsz nyomán a munka mindennapi emberi életünk megtermelése. Miközben a technológiai változó nagyon fontos, a technológia meghatározza a társadalmi munkamegosztást is, hajtja a társadalmi egyenlőtlenségeket, stb. Amiről kevésbé volt szó, Hughes platform kutató, de kritikai feminizmus reproduktív munka kérdését is továbbfejleszti. Új munkaformák megjelenése is történik, például a technológiai fejlődéssel, például a fogyasztói munka kérdése, illetve a következő megjegyzés kérdés, a platform munka rendkívül sokszínű,
szokásos tipologizálása, crowd, na most azt mondom, crowd work és applikáción alapuló munkavégzés. Az egyik helyi tík, taxizás, pizzaházhoz szállítás, míg a másik weblapon továbbított produkt. A munkavégzők legyenek Indiában, vagy a szomszéd sarkon, nagyon rossz munkafeltételeket élveznek ezerféle hátrányon. Hogy látják, mit? Crowdwork, igen. Hogy látják, mi vihet előre? Hogyan javíthatók a munkafeltételei? Hát igen, ez egy kérdés, hogyan javíthatók a munkafeltételek. Hát nem tudom, hogy ezt meg tudjuk-e válaszolni. Árpád röviden, László röviden, és utána én nagyon röviden le kell, hogy gombolítsam ezt a beszélgetést, kivéve, hogyha kapunk központi engedélyt, de nem szeretnénk az ebédszünettel visszaélni. Úgyhogy Árpád röviden, László röviden, majd én röviden. Én azt gondolom, hogy sok olyan dolgot, amit mindig megálmodtunk magunknak, most a technológiával értük el. Világ összes nyelvén tudunk, mindent tudunk, tudunk beszélni távoli emberekkel. Ez annó úgy volt elkészülve, hogy azzal, hogy ezt tanuljuk, ezzel a tudatosságunk is nő. Most a kezünkbe adtunk egy kütyűt, nem nőtt a tudatosságunk. Nagyon szegmentáltá, fragmentáltá vált a világ, egyre rövidebb időközökben csinálunk dolgokat, és egyre könnyebben összecsúsznak, ahogy erről beszéltünk is eddig. Ez szerintem a munkásosztálynak a legyengülését okozza az érdekérvényesítésben és a közösségben. Kiszolgáltatottságát növeli az automatizáció is. Az, hogy egy élmény alapú társadalomban élünk, illetve az, hogy egy hatékonyságfókuszú társadalomban élünk, ez megint csak csökkent nagyon sokat a munkahagyományos értékei közül. Az, hogy a tudatosságot nem tudtuk utána tekerni, mert ez nem ilyen gyors. A technológiai fejlődés, terjedés most gyorsabb, mint a mentális utánamászás. Ez egy nagyon nagy kihívás. Én mégis azt gondolom, ahogy figyelem a munkaügyi kutatásokat, hogy nagyon sok olyan érték most is hosszú távon az jön ki jobban, mint a rövid távú értékek. Tehát az élmény alapú és a nagyon szegmentált munkák helyett azok, akik hosszú távon megbízhatóan teljesítenek, vagy fölépítenek dolgokat, tehát ma már elavultnak tűnő értékekkel dolgoznak, én azt látom, hogy hosszú távon mégis sikeresebbek a piacon. László, az utolsó szó jogán. Átadnám Évának, amíg összeszedem magam a padlóról. Ja. Én annyit mondanék, hogy Amazon rettenetes munkakörülmények, egy országnyi alkalmazott, 1 millió alkalmazottnál tart az Amazon. Nagyon nagy spektruma a különböző munkafajtáknak, és azt látjuk, hogy egyre tanulunk a problémákból, hogy egyre erősebb a szervezettsége és a szolidaritás a munkaláncolat különböző elemei között. Tehát azt látjuk, hogy strike-ról beszélnek, és hogy láthatóvá teszik a rettenetes munkakörülményeket. És ebben nagyon fontos, hogy az, aki ennek az Amazonon belül a hierarchia csúcsán dolgozik, nem a management, hanem tehát nem erről beszélek, de aki jó feltételekkel dolgozik, az mennyire hajlandó, és azt látjuk, hogy egyre inkább szolidaritást vállalni azokkal, akik a raktárakban rettentő körülmények között pakolják a kiszállítandó termékeket. Tehát ezen a válaszom, ami hát így próbálok így pozitív lenni, és valami reményt. Ez egy, ahogy Gyárpán mondja, egy tanulási folyamat, és ebben a digitális kultúra azt tud segíteni, tehát össze tud kapcsolni olyan egymástól fizikailag távol lévő csoportokat, akik egyébként nehezen kapcsolódnának. Ugyanakkor, és erről már sokat beszéltünk, természetesen fragmentál, a kontrollálási lehetőséget erősíti, és a megfigyelhetőséget erősíti. De most próbáltam pozitív lenni, úgyhogy nem fogok visszacsatolni a köszönöm, és akkor László tényleg nagyon röviden egy ütős megállapítást kérünk. Ütős. Megnéztem a hozzászólásokat, nagyon köszönöm őket, úgy érzem, hogy abba az irányba indultak el, amit én is próbáltam népszerűsíteni, hogy a teljességeket nézzük. És én azt gondolom, hogy legalább 3 szintje van a dolognak. Ugye az egyik maga a munkás. A munkavállaló, az ő élete, az ő viszonya a saját munkájához, környezetéhez, társaihoz, stb. Ugye ennek is van egy teljessége,
ami változik és alakul, és minden érdekes, amit ezen a teljességen belül hagyományos kategóriákkal meg tudunk érteni, és minden izgalmas, ami új kategóriákat, meg új vizsgálati módszereket igényel, hogy a régi dolgoknak az új összefüggéseken belül az arányát megragadjuk. De ugyanez igaz a következő szintre, ahol már szektorok vannak, gazdaság, üzem, termelés, ágazatok és az összes többi, ott is van egy teljesség, hiszen a piacon keresztül valóban a társadalmi lét újratermelésére kérdezünk rá, meg azokra a hatalmi szerkezetekre, amelyek egészen a munkavilágának szabályozásaig lehatolóan próbálják az egyensúlyokat, meg a túlélést biztosítani, és ezután lépünk be a még átfogóbb szintre, és én azt gondolom, hogy mind a háromban nagyon sok izgalom és releváns dolog van, ugye, ahol egyszerűen civilizációs alapkérdéseket boncolgatunk, ahol hirtelen mindennek abból a szempontból van tétje, hogy előkerülnek ugye a kormányzás, a technológia, a hatalom, a jövőalkotás, az együttműködés, globalizáció, és itt ezek a kérdések. És az a nagyon izgalmas, hogy minden folyamat emergens. Tehát egyetlen egy aktor sem elég erős ahhoz, hogy bármelyik szinten, és mindenki aktor, a munkás is aktor, a termelés képviselő is aktorok, és mindenki aktor a globális szinten is. A folyamat emergens, ugye ezért tartom fontosnak búcsúzol azt, hogy mégiscsak legyenek normáink, amihez megpróbálunk jövő állapotokat igazítani, mert ebben a nagy emergencia folyamatban az is számít, hogy mi az, amit tudatosan akarunk valamilyenné tenni, vagy valamilyenné alakítani, legyen az munkakörülmény, egyenlőtlenségi szerkezet, vagy kiegyensúlyozott és a technológiát jól használó kormányzás. Elérkezett az a pillanat, amikor meg kell köszönöm a részvételeteket. Rengeteg dologra rá se néztünk ebben a virtuális komatában. Az én kedvenc példáim a kriptobányászok és a szerverszobákban ülő ilyen játékpontokat termelő proletárok. Szerintem ők az igazi internetes proletariátus, és egy csomó dologra nem került sor, és ugyancsak körbe zümmögtük ezt a tálat, de azért csak-csak belekerült a látóterünkbe. A munkának egy olyan felfogása is, ami nem a kényszerből, a túlélésért, a bevételért, munkabérért végzett munka, hanem a hivatásszerűen élvezetből végzett munka is. Nagyon remélem, hogy a ti részvételetek ezen a konferencián ebbe az utóbbi kategóriába tartozott. Úgyhogy köszönöm Éva, Árpád, László, és akkor engedjük az ebédszünetet is kitörni. Köszönöm szépen. Köszönjük. Köszönöm, hogy itt lehettem.